vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha el nem mondott, le nem írt őszintességgel van a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovas ember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Start! Start elindult a Just a Star D, és nagyon jó startot vett volna Tiara Boss, de elugrotta magát, így aztán a favorit egy pillanat alatt kiesett a versenyből. Trendy Girl kettessel ott van a középmezőnyben, és aki elmegy vezetni, az Trappoy lesz, Trappoy mögött pedig istállótársa Upton Boy M, ő ketten tehát az élen a frontban, Tücsök is jól kezdett Martonnal, és Trendy Girl, aki a közelmúltban hosszúra és középtávra is jó versenyt futott, ott van a vezető lovak mögött a negyedik helyen, zárkózóban Swarovski, a vezető lovak mögött Tutenhamon, a mezőny végén pedig a hibával kezdő Tiara Boss. Változás az élen, átvette Tücsök a vezetést, és a második pozícióban szintén Swarovski az, aki egészen gyorsan megy, és ő is javíthat a pozícióján, benn a falon pedig Upton Boy M, előtte pedig Trappoly. 1300 méter van még hátra a versenyből, Tücsöknek van 2-3 húszas előnye, amikor már csak 6-an maradtak versenyben, hiszen Tiara Boss diszkvalifikálták. Egy körrel a vége előtt Tücsök, mögötte ott van Swarovski, benn a falon pedig a harmadik pozícióban Trappoly. Tücsök előnye nagyjából másfél hosszra tehető, azonban úgy tűnik, hogy hajtónője Swarovskit próbálja arra presszionálni, hogy fölérjen a vezető ló mellé, a harmadik pozíció tisztán Trappoyé, aztán pedig jön Upton Boy M, bent a falon Trendy Girl közlekedik, aki pedig zárja a sort, amíg versenyben maradt lovak közül az Tutenhamon. Hát egyelőre nem tud fölügetni a vezető Tücsök mellé Swarovski, talán majd az istálló egyenesben ezt megteszi. Kívül jön Upton Boy M, fölérkezett a második helyre, az ő hátán pedig ott versenyez Trendy Girl, míg Trappoyt is próbálja hajtója újra versenybe dobni, tehát nem engedi elszakadni az élen, azonban továbbra is Tücsök mellett pedig ott tüget Swarovski, az ő kettes fogatuk érkezik majd az utolsó kanyarát. Kettes fogatnak nem mondanám, hiszen Swarovski azért most már fáradni látszik, ott van mögötte Upton Boy M, bent a falon Trappoly, kívül pedig Trendy Girl még mindig versenyben. 400 méter van hátra a versenyből, és Tücsök úgy tűnik, hogy tud gyorsítani, Swarovski pedig kezd visszafele menni, fönnakad rajta Trappoly, kívül gyorsíthat Upton Boy M, és Trendy Girl is még talán az elsőségért küzdhet. Jönnek a lovak a befutó egyenesre, Tücsöknek 2-3 húszas előnye van a többiekkel szemben, bő 200 méter van még hátra a versenyből, Tücsök az élen, mögötte pedig hibázgat Upton Boy M, úgyhogy kiesik a versenyből, Trendy Girl ismét fölállhat a dobogóra, ebből egy második hely lehet, óriási huszáros hajrával jön Trendy Girl, de Tücsöktől ezt a győzelmet mert már nem lehet elvenni, Tücsök, Trendy Girl és Swarovski, ez az első háromló sorrendje a Just a Star D-ban, a negyedik helyre pedig Trappoly érkezik meg. Start! Start elindult a Dreamwind
díj mezőnye, és elsőre jól sikerült az indítás, legalábbis ami a fordulós startot illeti, de vannak olyan lovak, akik azért gyengén kezdtek, ügyes lány ilyen. Unik Noble viszont nagyon-nagyon jól kezdett, és kihasználva a beállítását, elmegy vezetni. A nagy favoritok egyike, Veronica Flink hibával kezd, a fordulós tartós bemutatkozása tehát nem sikerült, viszont Unik Noble közel 20 méteresen illetett szert azokkal szemben, akikkel egy helyről fordult. Hát 3-4 felé szakadt a mezőny, és ez többek között annak köszönhető, hogy volt, akik gyengén kezdtek. Hercules Flevo jól kapta el a start pillanatát, jól zárkózik, ügyesen zárkózik, egészen kívül top up, és szintén még abszolút versenyben van útszél is, amikor a lovak már az első egyenesben járnak. A vezető négyes egészen jól együtt, őket követik mintegy jó 40 méterrel a többiek, a vezető négyes pedig lassacskán kettesokatokkal rendeződik, sőt Hercules Flevo akár még a vezetés is átveheti, amikor egy kör van még hátra a futamból. Úgy tűnik, hogy át is veszi a vezetést Hercules Flevo Burány Adriánnal, visszaszorítva maga mögé Unik Noblet. Az első négy az nagyon elköszönt a többiektől, a jó startot vett top up, illetőleg útszéli ügetnek a harmadik, negyedik pozícióban, aztán egy hatalmas űr, Ultimate Force a következő ló, majd Uliana Ketti, illetőleg Vinetú, de hát az ő hátrányuk legalább egy olyan 50 méteresnek mondható az elköszönt négy lóhoz képest. Az élen, tehát Hercules Flevo mögött ott van, ott versenyez Unik Noble, aztán útszéli és top up, ők négyen, tehát egészen külön versenyt futnak, most libasorba rendeződtek, mire ezt kimondom, azonban kiveszi hajtónője top upot, és ott második spurban próbál meg elindítani egy támadást a vezetők ellen. Hercules Flevo élete első versenyében nagyon jól szerepel, tartja a vezető pozíciót, mögötte ott van Unik Noble, illetőleg a kívül hatalmas rohamot lenyomó top up. A lovak most már a kanyarban járnak, és top up próbálja megnehezíteni Hercules Flevónak a helyzetét, de csak fölmenni tudott mellé, benne a falon pedig hetessel Unik Noble továbbra is csatázhat, akár még a győzelemért is. Ők hárman elléptek teljesen útszélitől, útszéli negyedik helyezése sem forog azonban veszélyben. Hercules Flevo kézből verte vissza ezeket a támadásokat, és Burány Adriánnal már csak egy jó 150 métert kell megtenni, hogy megnyerjék ezt a versenyt, és megnyerje a pályafutása első versenyét. Unik Noble lehet majd a második, és akkor tovább pedig a harmadik. Az utolsó 50 méteren most már egyértelmű, hogy Hercules Flevo győzelemmel kezdi pályafutását Burány Adriánnal, mögötte második helyen Unik Noble, a harmadik helyre pedig tovább érkezik meg a Dreamwind díjban. Start! Start elindult a harmadik magyar futam az Árnyék Handicap 80-as startnál, és Anke Cséből vett a legjobb startot és elmegy vezetni. Jól kezdett Montén Bambi, a tréningtársa, és ott van már a második pozícióban, amíg benne a falon Nubia színeit látom, hiba nélkül jött el a teljes mezőny, és Csordás Emil két lova már ott van az első két helyen. Anke Cséből vezéremesével vállalja tehát magára a vezetést előnye másfél hosszra tehető Montén Bambival szemben, majd ugyanannyi hátrányra érkezik Nubia. Hárman ott szinte fejt, Celebrity Classic kiszorult a harmadik pozícióba, ez nem jelent igazán jót számára, megpróbálja talán visszavenni a vezető lovak mögé, vagy a mezőny mögé. Pálinka egyébként benne a falon zárja a sort. A lovak már az első egyenesben járnak, és Csordás lovai továbbra is nagyszerű verseny futnak. Talán majd most kezdi meg a zárkózást Famous fotóval Orsó László. Keeper ott a középmezőnyben versenyez. Szemmel láthatólag most visszavettek a vezető lovak a tempóból, így aztán összesörülsödik, összetömörödik a mezőny. Nagyjából 6-7 hosszon belül az egész csapat, a sort egyébként Celebrity Classic zárja. Aki viszont vezet az Anke Cséblán mögött az istállótárs Montén Bambi, majd pedig egy kettes fogatot láthatunk, kívül Famous fotó, belül pedig Nubia, aztán érkezőben van Keeper mellette, úgy szintén a belső spúron Sebastian Ketti verseny, az egyelőre túl sok mozgása nincs, a favorit Pálinka az utolsó előtti pozícióban van, a lemaradni látszó Celebrity Classic-kal szemben, és most úgy tűnik, hogy Nagy Ferenc 2 megindítja a túlsó egyenesben leghátulról Pálinkát, és mint a gyors vonat üget előrefele. Hatossal azonban Anke Cséblán még mindig vezetni tud, ő jár tehát elől Anke Cséblán mellé most ért föl Pálinka, a harmadik pozícióban ott van Montén Bambi, miközben azt láthatjuk, hogy Keeper a negyedik, és megpróbál ő is elindulni, rendkívül komoly küzdelemmel zárhatunk a végén, minden esetre egyelőre még vezetni tud Anke Cséblán, mellette viszont ott van már Pálinka.
Szűk 400 méter van hátra a versenyből, és Pálinkában még mindig van erő. Pálinka kézből ott van, a vezető Anketséből mellett, mögöttük pedig a harmadik pozícióban Montén Bambi. Montén Bambit most már kihozta hajtója falról, és ő is meglehetősen frissnek tűnik. Nubia is csatázhat még a dobogóért, és Kieper is még följebb jöhet. 150-nel a végelőtt Pálinka átvette a vezetést, Anketséből kezd fáradni. Pálinka elő van, jön Montén Bambi. Pálinka azonban vezet, 100 méter van hátra a versenyből, és Pálinka meg fogja nyerni a versenyt. Pálinka, Montén Bambi, Anketché és Kieper, ez az első négy lós sorrendje, Nubia pedig galopozott a befutóban, így ő kiesik. Pálinka a favorit, a mezőny végéről zárkózva nagyszerű versenyt nyer. Start! Start elindult a 2017. évi Amatőr Kupa Handicap harmadik futama, és a legjobb startot Norman vette, illetve rajta kívül is vannak olyan lovak, akik igencsak jól tudtak kezdeni. Norman mögött ott látom jó pozícióban kívül, második pozíciót fölvállalva Tündér Szépét, és Nelly Gull is beül most már a falra, tehát egy kettes fogat a vezető Norman mögött, majd jönnek újabb kettes fogatok. Összességében elmondható, hogy nagyszerűen sikerült az egész start, az egész mezőnek a start. Norman, ahogy szokta, vezet, Norman mögött kedik kettes fogatokkal rendeződött a mezőny, benn mögött a falon Nelly Gull, kívül második pozícióban pedig Tündér Szépe színeit látom, a középmezőnyben Jackson Junior színeit tűnnek föl, Onsz de Majóval egyetemben, Tímikó is megkezdi a zárkózást, Talizmán Gáspár Andrással az utolsó előtti helyen, és a mezőny végén, de nem kiszakadva, Jubilee Hat színeit látom. Norman előnye nagyjából egy fél hossz lehet, emellett a második spurban érkezik Tündér Szépe, aztán pedig egy kettes fogat Nelly Gull, illetőleg Jackson Junior, ez tehát az első négy sorrendje. Timikó van kecsegtető pozícióban, az ő hátára fölmegy Jubilee Hat, még bent a falon, ott láthatjuk Oz de Mayot, akit pedig Talizmán követ. Egyelőre nyugalmi állapotban a mezőny, igazán komoly támadás nem indít egyik hajtó sem, az élen tehát Norman vezet, Norman mellett, mögött ott van Tündér Szépe, majd pedig belül Nelly Gull, kívül pedig Jackson Junior. Ők négyen egy picike előnyre tettek szert az őket üldözőkkel szemben. Ott elől Timikót láthatjuk versenyezni, illetőleg Onz de Mayot, míg Timikó hátán ott versenyez Jubilee Hat, közelítenek az utolsó kanyarhoz. Még mindig Norman őrzi a vezető pozíciót, egyre közelebb hozzá, tehát föl tud érni mellé Tündér Szépe, majd Jackson Junior, illetőleg Nelly Gull követ őket. Semmi változás, nagyon izgalmas lesz majd a verseny. Jubilee Hat megérkezik a harmadik pozícióban, a vezető két kettes fogat mellé, így aztán a falon versenyző lovaknak nem lesz könnyű dolga, mert nagyon masszív az eleje. Norman még mindig az élen mellette, Tündér Szépe, támadásra vár Jackson Junior, egészen kívül pedig Jubilee Hat, és még Timikó is elindulhat, Nelly Gull pedig bent Zsák utcában a falon. 3-4 ló is szinte teljesen együtt az utolsó 150 méteren. Norman úgy tűnik, hogy meg tud talán még egyszer indulni. Norman még mindig vezet, óriásit küzd, középen Tündér Szépe, kívül pedig jön Jackson Junior, Tündér Szépe fog győzni Nagyvári Andrával, Tündér Szépe a nyerő, Norman óriásit küzdött, és ott volt Jackson Junior, nagyon-nagyon szoros verseny volt, gyönyörű verseny volt, és Tündér Szépe a nyerő. Start! Start elindult a Happy Blue Jay D13-ban a startnál, és Rainbow Place kilőtt a startnál, gyorsan kezdett be is sokat, így elgaloppozza magát, szerencsére nem zavar vele senkit, úgy nem, hogy ezt már pedig most már ott van a frontban, és átvette a vezetést, mögötte Ujgur kisasszonyt látom remek pozícióban, és tízessel Victory Liz Hajna Tiborral kezdett remekül, már ott van a vezető ló mellett, tehát az élen Unenuche Sma, Victory Liz, Ujgur kisasszony Rock'n'Roll és Unigena San. Ez az első ötló sorrendje, amikor a lovak már az elsőjelenesben járnak, Rainbow Place pedig vadgalopban közlekedik a vezőny mellett, szerencsére senkit sem zavar. Egészen jól együtt az egész középmezőny, Uri Lány, aki szintén második soros volt, szépen megkezdi a zárkózást, a középmezőny tagja még Underplay is. Victory Liz előnye egy olyan 2-3 hosszra tehető az őt követő Unanoche Mas-szal szemben, aztán Ujgur kisasszony, aki mellett Unigena San üget, és úgy tűnik, hogy egyre biztatóbb helyzetbe kerül Uri Lány R is, aki ott a második spurban igyekszik fölfele menni, egyelőre Unigena San hátán üget, de Rock'n'Roll is jól tartja magát a középmezőny elején, ő mögötte ott van Tommy Lee, illetőleg ott üget
underplay is. A vezető ló előnye nem csökkent Szemernyit sem, tehát Viktori Liz vezetni tud Unenót sem más előtt, míg a második spurban most begyújtja a rakétákat underplay, és, vagy Unigen a számbocsánat, és egyre közelít a vezető ló mellé. Egyelőre azonban Viktori Liz még tudja uralni a futamot, mögötte ott üget tehát Unigen a szán, és Unigen a szán mögött is rendkívül tömör a mezőny, úgy tűnik, hogy Uri Lány errott második pozícióban jönni tud, hiszen fölért Unenó Csemász mellé. Kettesokatokban még mindig a teljes mezőny, és Unigen a szán most már támadást indít méghozzá könnyen kézből. Viktori Liz eddig vezetett, Unigen a szán pedig kézből veszi át a vezetést. Uri Lány ott van a hátán, valamint Ujgur kisasszony, és Unenó Csemász most már kijön a falról. Jönnek a lovak a befutó egyenesre, és még mindig könnyen kézből vezet Unigen a szán, de Unigen a szánnál is gyorsabb Uri Lány. Uri Lány 150-nel a végelőtt átvette a vezetést. Uri Lány, Ujgur kisasszony, Unigen a szán, Unenó Csemász, nagyszerű küzdelem a végén, de kézből fog győzni, könnyen fog nyerni Uri Lány R, és Uri Lány R folytatja a remek győzelmi sorozatát. Ujgur kisasszony mögött a második, a harmadik helyen pedig Unenó Csemász, Unigen a szán is jó versenyt fut, ő lesz végül a negyedik. Start! Start elindult elsőre a Varga Harriet emlékverseny, és a forduló startot követően van már is hibázó lovunk Bonjour Evo, akinek gyengén sikerült a start. Jól kezd Insza kívülre fordult, és Working Out is kívülre fordult, ő pedig már ott van a harmadik helyen. Temász is nagyon-nagyon gyorsan talpon van, és azt nézem, hogy a nagy favorit Sultana Jet is megkezdi már a zárkózást. Szaharin jól kezdett, de aztán hajtója kicsit visszaveszi, így aztán ott a középmezőnyben egy pillanatra összetorlódtak a lovak. Raffaella SM, illetve Editor Rapid az, akik nagyon hátul vannak, és Working Out-tal pedig a harmadik pozíciót is bevállalja Lakatos Csaba, hogy előzzön. Az élen Insza, aztán Working Out, mögöttük Samuel Beckett AT, aztán a régen látott Temász, és mögötte már Sultana Jet színeit látom, amikor a lovak az első egyenesben járnak. 1300 méter van hátra a versenyből, és diktálja a tempót Insza. Insza mögött Working Out, Insza Working Out, Temász, ez az első három ló sorrendje. Benne a falon pedig remekül tartja magát Samuel Beckett AT, egy kör van hátra a versenyből. És kívül hatalmas lendülettel jelent meg Editor Rapida, és könnyen lehet, hogy még a kanyar előtt, a második kanyar előtt át is fogja tisztán venni a vezetést az eddig előjáró Inszától. Inszával azonban gyorsítva az akas, tehát nem adja olyan könnyen a falat, nagy kérdés, hogy ettől függetlenül ki tudja-e csikarni a vezető pozíciót Editor Rapida. Editor Rapida, illetőleg Insza járnak elől, mögöttük pedig ott üget Working Out tisztán a harmadik helyen, őt pedig követi Samuel Beckett ATM-i kívül egyelőre a második spúrban versenyez Temász, Temász hátán pedig Sultana Jet igyekszik előre. Az élen ketten nagyon-nagyon küzdenek azért a vezető pozícióért belül, tehát Insza versenyez kívül pedig Etidor Rapida gyilkolja őt folyamatosan, míg ott a hónuk alatt, hiszen egy kicsit kívülrébb sodródott Insza, megpróbál Samuel Beckett AT-vel elindulni hajtója. Ott kívül pedig Sultana Jet az, aki a mezőny végéről zárkozott, és most már támadja az élen maradt Inszát. Jól alakul a verseny Sultana Jet számára, teljesen elkészült az erejével Editor Rapida, Insza pedig nagyon erős, mert még mindig vezet, minden támadást visszaverve. Jön a tréningtárs, a sokkal frissebb, sokkal esélyesebb Sultana Jet, és 250-nel a vége előtt a favorit Sultana Jet átvette a vezetést. Sultana Jet távolodik a többiektől, Sultana Jet az élen, mögötte Insza, a harmadik helyre pedig jön Samuel Beckett AT, Szaharin sem fut rossz versenyt, de 100-zal a vége előtt Sultana Jet most már kijelenthető, hogy újabb verseny nyer. Sultana Jet nyerje a Varga Harriet emlékverseny handicap, Varga Harriet emlékverseny, mögötte remek pozícióban, második helyen Insza ér célba, harmadik pedig Samuel Beckett AT. 2017-ben a Varga Harriet emlékverseny győztese Sultana Jet 7-essel, Horváth Györggyel folytatta a remek sorozatát a 6 éves sötét pej kanca zsinórban. Megnyerte most már egy újabb versenyét, ez most már neki a negyedik. A Pimri Istálló Lovafazekas Imre pedig a lótréner, a tisztelet díjakat Boros Károly adja át, illetve ajánlotta föl. 2017-ben tehát Sultana Jet győzött a Varga Harriet emlékversenyben, 18-5 a győztes ló kilométer teljesítménye. Mögötte második helyen Insza, harmadik helyen pedig Samuel Beckett AT végzett. Gratulálunk! Start!
Start elindult a Hurry Up Star Handicap, és a jól sikerült indítás után Overnight elmegy vezetni, jól kezd a Racing Athlete, tehát a külső startszámról indult lovak már benn vannak a falon, a mezőny végén Ruby Reefs, illetve Prometheus, a középmezőnyben pedig a nagy kedvenc San Francisco, az ő hátán pedig No Fear. Változás lehet majd az élen, mert Racing Athlete támad, Racing Athlete fölmegy Overnight mellé, Overnight azonban nem engedi őt el, így aztán ők ketten fejfejt ügetnek, mögöttük szélárnyékban San Francisco a harmadik, No Fear, majd Prometheus és a sor végén Ruby Reefs. A lovak már az első jelenésben járnak, és lehet, hogy Ruby Racing Athlete majd itt fog majd elmenni, minden esetre 1300-zal a vég előtt, továbbra is fejfejt Overnight és Racing Athlete. Overnight, Racing Athlete, kedvező pozícióban Overnight, kívül Racing Athlete, San Francisco mögött pedig jön No Fear. Az elmúlt néhány száz méteren semmit nem változott a sorrend, az az elől egy kettes fogat, Overnight, illetőleg Racing Athlete, azt nem mondom, hogy gyilkolják egymást, de minden esetre egymás mellett ügetve diktálják a tempót. Mögöttük ott van a legnagyobb esélyló San Francisco, akit No Fear követ, aztán pedig jön Prometheus, és zárja a mezőnyt Ruby Reefs, de egyáltalán nem kiszakadva, talán majd az istáló oldalon megindul egy támadás, most mintha Overnight fölénybe került volna az eddige mellette ügető Racing Athlete-tel szemben, hiszen utóbbi visszaesett, és most San Francisco-val üget fej-fej mellett, de úgy tűnik, hogy ők ketten fognak csatázni, de hát sokkal erősebbnek tűnik San Francisco. Aztán ott kívül Prometheus tűnik megindulni, és No Fear is továbbra is jól van versenyben, és egyelőre Ruby Reefs az, aki zárja a sort. Ráfordulnak lassan az utolsó kanyara. Overnight egy hosszal jár elől, de hát mögötte ott van San Francisco a belső spúron versenyezve, és tud jönni mindenki hónalat esetleg No Fear is. Az utolsó 400 méter következik, és nagyon erős Overnight. Overnight a startotta vezet, San Francisco azonban most már kijön a falról mögüle, és fölmehet majd mellé. Úgy tűnik, hogy Racing Athlete pedig az erőltetett támadástól elfáradt, és vissza fog esni a mezőny végére. 200 méterrel a vége előtt fölmegy San Francisco a vezető Overnight mellé. San Francisco kézből át fogja venni a vezetést. Overnight azonban nagy küzdő, még visszajöhet. 100-al a vége azonban, 100-al a vége Vegárot azonban San Francisco meg fogja nyerni ezt a versenyt. San Francisco győz Overnight mögött a második helyen, a harmadik pozíciót pedig No Fear fogja megszerezni a Hurry Up Star Handicapben. Start! Start elindult a nap utolsó futama, trónörökös rögtön galoppal kezdett, de sziklaszírt sem kezd igazán jól, és úgy látom, hogy reménységnek is voltak nehézségei és tartott követően. A vezetést Priscilla vállalja magára, de nem sokáig van elől, hiszen most már Nixon támad és Nixon megelőzi, sőt, ugyanezt teszi Poéta, és Juhász Balázsra Poéta akár le is tud mindenkinek csukni, a vezető lovak mögött pedig Oti Bosszinét ünnek fel ott a negyedik helyen. Gyakorlatilag libasorban rendeződött a teljes mezőny, most már pedig Poéta az, aki diktálja tempót. Poéta vezet 1400-al a vége előtt, Poéta az első, előnye egy hosszra tehető, mögötte Nixon, Poéta, Nixon, Poéta, Nixon és Priscilla. Ez az első három sorrendje, majd a negyedik helyen Oti Bosszinét látom, és utána következik majd Tico Time, jól együtt az egész mezőny, de libasorban. Poéta tehát vezetni tud, Poéta mögött pedig ott üget Nixon, majd Priscilla, a következő ló Oti Boss, hát gyakorlatilag a mezőny teljesen libasorba tudott rendeződni, úgyhogy igazi mozgás, így legfeljebb a túloldalon lesz majd nem túl valószínű, hogy itt a második kanyarba bárki is kimenne második spúrba versenyezni. Tehát az élen elől van Poéta Juhász a Balázsral, mögötte pedig Kolozsi Lászlóval, ott üget egy jó helyzetben, tehát Nixon, Priscilla követi őket, nagyon tele van, tele lévőnek tűnik Oti Boss is, aki egyelőre a negyedik pozícióban versenyez, majd pedig jön reménység Horváth Zoltánnal. Egyelőre megjelenik lassacskán talán az első fecske, ott a második spúrban ügetve, így igazán nagyon rákapcsolt Tico Time, és Tico Time jön előre, de most már kibontakozott Oti Boss is, ő sem legbelül harad már. Azonban a vezető személye nem változott, Poéta jár elől, mögötte Nixon, aki lassacskán támadásba lendül.
Nixon támadást indít a 400-as táblához közeledve, Poéta pedig úgy tűnik, hogy talán kezd fáradni. Poéta, Nixon, Oti Boss is elindult, Priscilla pedig már csak a negyedik helyen van, egy picit megtört Tico Time lendülete is, jönnek a lovak a befutó egyenesre, és vezet most már talán Nixon. Nixon átveheti Poétától a vezetést, de Poéta visszatámad. Nixon, Poéta, Oti Boss. Ez az első háromos sorrendje, és még Oti Boss is indíthat egy támadást, úgy tűnik, hogy Poéta vissza tud jönni, Nixon pedig akkor nem tudja befejezni. Nixon megint elől van, micsoda verseny! Nixon a nyerő, Nixon, Poéta és Oti Boss. Ez a befutási, ez a nem hivatalos befutási sorrend a Kolostor Handicapben. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.